ולומדים מתוך כתבי רבש, כרך א', עמוד 615, מאמר מהו שהצדיק סובל רעות. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, לשם גם ניתן להפנות את השאלות שלכם. שאלות נבחרות ישאלנה כאן במהלך הלימוד. כתבי רבש, כרך א', עמוד 615, מאמר מהו שהצדיק סובל רעות. הזוהר הקדוש מפרש את מה שכתוב. רבות רעות צדיק, וזה לשונו, רבות רעות צדיק ומכולם יצילני השם. רבות רעות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא הוא מציל אותו מכולם. עד כאן לשונו. ויש להבין דבריו. א', מדוע הצדיק צריך לסבול רעות? ב', אם אחר כך השם מצילנו מידו, אם כן, מהי התועלת שנותן להצדיק צרות, אם השם צריך להציל אותו אחר כך? אם כן, נראה זה כמו עבודה ללא תועלת. ידוע דסדר העבודה לאלו שרוצים ללכת בדרך האמת, שנקרא לשמה, כלומר, בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמם, שהם רוצים להיות צדיקים ולא רשעים, הנקרא לשון עבודה מקבל בעל מנת לקבל, tehát a munkából a megszerzés, érdekében ne hívják a bűnösöket. Tehát miután megjelenik az aktív megszerzés, ez bűnösnek nevezi a Zohár, és azt, a vers azt mondja erről, hogy minden jót meg kell tenniük a saját maguk érdekében, és kizárólag a teremtő érdekében kell munkát végezni, és nem önmagukért. Ezért, mivel a teremtménynek a természete az kizárólag az, hogy önmagának nyújtson örömet, hiszen a teremtőnek egyetlen vágya van, hogy a hiányt kielégítse a teremtményben, ezért a teremtménynek vágyódnia kell az öröm megszerzésére, mert az vágyódás nélkül az ember nem tud elérni semmit, sőt, ami az örömnek az érzése, az kizárólag a sóvárgás mértékevel lesz azonos. Ezért, hogyha az embernek mondva van, hogy az embernek le kell mondani a saját magára irányuló előnyökről, és kizárólag a teremtőre való összetapadás az ember célja. Ezt nevezzük csúvának, a bűnbanátnak, mivel a megszerzésnek a vágyát kell használni az embernek, ez elválasztja az ember a teremtőtől, mivel ez egy formaeltérés jelent, mivel a teremtő valóban megszerző neki az, hogy meg tudja szerezni az ember azt, amit a teremtő neki akar adni. És az egyetlen vágya az embernek az adakozásai kell irányuljon ahhoz, hogy formaegyezést érjen a teremtőjével. És ez azt jelenti, hogy ilyen módon a teremtmény visszatér a saját gyökeréhez, a teremtővel való egyesüléshez, és így éri el az ember az igazak állapotát, amikor kizárólag a teremtőnek az előnyeit keresi az ember, ezért, amikor az ember nem akar dolgozni a test érdekében, a test ellenáll ennek a munkának, és nem enged semmilyen munkát végezni az adakozás érdekében. És amikor az ember elfeledkezik az adakozás szándékáról, és el kell dolgozni a megszerzés érdekében, akkor a munkát ennek ellenében is kell folytatnia a szabálynak megfelelően, hogy a lolismából el kell jutnia a lismához, azaz, amikor a teremtő érdekében végzi a munkát, és akkor egy felébresztés fog felülről érkezni ezzel egy időben, és az adakozás érdekében kell a munkát végezni, és a test azonnal ellenáll, és nem engedi a munkát, az adakozás munkáját folytatni, és akkor az ember érzi,
hogy az összes problémát, ami a munkában ne is kényít elő, a saját teste okozza neki, és akkor érezni fogja az ellenállást, és ki fog derülni, hogy az, aki igaz emberé kell akar válni, állandóan éreznie kell a test ellenállását. Azaz minden egyes alkalommal valamit tenni akar az adakozásért, jönnek a bűnösök és követelik az embert, hogy mit is tesz neked ez a dolog, és az ember pedig a saját előnyeiért dolgozik kizárólag, akkor nincs helye az ilyenfajta kérdésnek, mert a bűnös azt kérdezi meg, hogy miért is kell neked ez a mit is jelent ez a munka neked, hanem kizárólag a bűnösök érdekében várja el az ember tőle a saját testet, hogy dolgozzon. Ezért a bűnös kérdés az pontosan arra irányul, amikor az ember a teremtő érdekében akar valamilyen munkát végezni, akkor ezen a módon kell megértenie, hogy miért pontosan ilyen módon jelenik meg az igazakban az embernek a szándéka, hogy túl tudjon lépni minden áldott nap mindezen. Azaz, amikor a gonosz hajlam megjelenik, akkor az embernek megjelenik az az állapot, amit nappalnak hívnak, amikor az ember az igaz úton halad, amely megjeleníti a saját argumentumáit, hogy mi az, amit kapsz a munkából az adakozás irányába, és ugyanez történik ugyanebben a sorrendben minden egyes nap. Azaz, ahogy ezt a bölcseink elmondják, az emberek mindig önmagát félig bűnösnek, félig igaznak kell látnia, és hogyha egyetlen parancsolatot hajt végre egy jó cselekedet az ember, akkor boldog lesz az önmegváltással és az érdemekkel, és erre mondják azt, hogy az embernek állandóan félig érdemesnek, félig érdemtelennek kell látnia, hogy egyetlen parancsot is végrehajt, akkor a saját magát az érdemek alapján kell, hogy megítélje. És hogyan mondhatja az ember azt, hogy az ember az érdemek alapján tudja magát megítélni, és miért van az, hogy az embernek állandóan ebben az állapotban kell lenni, az ember szándéka nem lehet más, mint az, hogy minden nap túl kell önmagán lépni a gonosz hajlamán, és hogy amely gonosz hajlam a nappalt kilöki az embert, és ebből következik az, hogy a jónak a mennyisége, amit az ember végrehajt, fog egyensúlyt tartani a gonosz, és a gonosz az, amelyik már félig érdemes, félig érdemtelen tesz az embert. Ez jelenti azt, hogy minden áldott nap túl kell lépni önmagán, azaz minden nap egy új túllépés kell jelenje meg az emberben, amit úgy kell magyarázni, hogy az ember szándék, hogy minden nap túllépjen mindenem. Ez azt jelenti, hogy a gonosznak állandóan növekednie kell az embernek belül. A gonosz az állandóan hozzáadódik, és az egyik ellentétes a másikkal, tehát ahogy az ember a jó cselekedetekkel túllép a bűnösökön, a saját bűnös belső részein, ezért az igazak valóban állandóan szenvednek, mert minden egyes nap egyre nagyobb gonoszt állnak fel önmagukban, és a saját jó cselekedetek megfelelően a gonosz feltárását is megtapasztalják, hogy a bölcsek mondják, hogy az, aki nagyobb a barátján, annak a vágya is nagyobb, mint a barátjáig. Ez egy... Ez egy újfajta túllépési lehetőséget ad, forrást ad, mondja Rav, ami... Tehát egy belső fény tulajdonképpen az orr. Ez egyfajta végtelen belső bőség, amely állandóan növeli a forrást. Itt egy teljesen másfajta módon kell erről tehát ezen a módon hangzik, mint ezen a... Tehát miért kell elfogadnunk azt, hogy a túllépés az mindig, mintha a gonoszak kezdődne? Na, beszéljétek erről.
De nem, folytatjuk. ויש להבין מה הוא מרמזת לנו מילת הימנו. És meg kell, hogy értsük, hogy mit jelent mindez a mi számunkra. Arra megfelel, ami el van magyarázva, hogy az ember nagyszerűsége a szándéknak a megjelenésével növekszik, amikor megjelenik az, hogy az ember az embert akar önmagában növelni, sem a bestiát, ilyen módon a szándék is nő az emberben, azaz az ember állandóan félig érdemes, félig érdemtelenné válik, és az ember ilyen módon nem tud védekezni a gonosz ellenében. Mert lehetetlen az összes gonoszt egyszerre korrigálni, az embernek lépésről lépésre kell a saját gonoszságát kivédeni, és ez azt jelenti, hogy ez állandóan egy újabb és újabb darabot ad meg az emberbe, hogy korrigálja, és így tudja az összes gonosz korrigálni önmagában. Hogyan kell elrendezni magunkban, hogy úgy lássuk a célt, hogy az a gonosz feltárulásával legyen azonos. Ez az, amikor valaki valóban igazi munkát végez. Tehát aki feltárja a saját hibáit, ez azt is jelenti, hogy állandóan emlékeznie kell arra, ami belül történik. Na, beszélte csak erről? Hogyan változtatom meg magam, hogy nem egy állandóan jó állapotot keresek, hanem mindig a túllépésnek a helyét keresem, a munkának a helyét. De nem azt keresem, hogy jobb legyen nekem, hogyan stabilizálom magamban az ilyenfajta belső előrehaladás, ami egyébként teljesen lehetetlenné válna. Én nem tudom, úgy tűnik nekem, hogy nagyon sok önbizalom kell, belső képesség a túllépésen, ami számunkra ezt hitrajt jelent, összeolvadás a csoporttal. Letegyed azt, amit a felebarátod, hogy magadra se tennél. Tehát neked egy nagyon is értelmes folyamatban kell lenni, mindenféle módon azt kell kutatni, hogy hogyan lehet túlemelkedni. Tehát azt a fajta belső atmoszférát és biztonságot, a teremtő nagyszerűségét és a célnak az erejét, azt így kell megszerezni a barátoktól. Az embernek önbizalmat kell szerezni a barátoktól, amikor egy bizonyos hálózatban vagyunk, akkor állandóan figyelnünk kell a munkában, kik azok, akikkel össze kell kapcsolódnunk, és valóban a gonosznak a feltárása fogja megadni az értékek belső változását, és a kitöltésnek az erejét. Tehát az összes negatív állapotban látnunk kell, hogy olyan tudunk túllépni dolgokon. Hogyan fogjuk elérni a Naranhájt egyetlen lelken belül, mivel az összes állapot, amit a vaskosságon keresztül akarunk megragadni, ami állandóan túl kell lépni mindezen az adakozás irányába, tehát ez a szakadék, a vaskosság és a tisztátalanság között, ez kiadja bennünk a spirituális parcufot, hogy képesek legyünk ezeket a rossz állapotokat kidolgozni magunkon, és össze tudjunk olvadni. Tehát ezeknek az állapotok nélkül mi nem tudunk megmozdulni sem, túllépni sem, semmin. Mi lényegében a jóból kell, hogy benyomásokat kapjunk a csoport összeolvadásban, és nekünk érezni kell a cél nagyszerűségét, ezt magunk előtt kell látni. Éreznünk kell, hogy előre haladunk. És ez csak kényelmetlen helyzeteken keresztül lehetséges. Tehát ezekben a helyzetekben valóban így kell felemelkednünk önmagunk fölé. Tehát látnunk kell a cél fontosságát. Tehát mi a jó és a rossz az értékek megváltozásában. Ez egy nagy kérdés, tehát ezekben az állapotokban az embernek a teremtőre van szüksége, hogy valóban egy kvalitatív közelségben
egy ilyen minőség közösséget, hogy kerül a teremtővel. Ez nem természetes a mi számunkra, mégpedig azért, mert az értékek megváltoznak. Pontosan az, hogy mi a fontos az én számomra, és az értékeknek változásának köszönhetően kell látnom, hogy mi az, ami természetes nekem, nekem állandóan túl kell kerülnöm, ott van, ami természetes és ami természetellenes. Nekem folyamatosan állapotokat kell kutatnom, amiket úgy kell végeznem, mint egy öreg ember, aki állandóan nézze az utat maga előtt, hogy nehogy óra essen. Pontosan egyet kell nekem is keresni. Rab, mi szükségszerűen boldognak kell megtartani magunkat a nehézségek mellett is, az zuhanásokban, a csalódottságokban, a kínokban. Egyszerűen nekem egy ilyenfajta környezetbe kell befoglaltatva lennem, amely megadja nekem a lehetőséget, hogy a munkához ilyen módon viszonyuljak. Gyorsan, mondja Rav. Igen vagy nem? אנחנו בקבוצה משתדלים לעבוד בצורה כזו ש אנחנו nekünk a csoporttal olyan módon kell együttműködnünk, hogy a barátomnak az örömét próbáljam szolgálni, az enyémet. Ez kézzel akkor lehetséges, hogyha mi valóban a közösség felé tudunk elmozdulni, hogyha ezt a fontosságot olyan módon tudjuk megtenni, hogy egy állandó állapotot tudjunk kiépíteni önmagunkban. Nekünk el kell érnünk, hogy a barátunkat nagynak lássuk, nagyobbnak lássunk, mint magunkat, hogy képesek legyünk lenullázódni ebbe az irányba, akkor képesek vagyunk mindenre. Így van. Tehát mi egy ilyenfajta közösséget kell, hogy kiépítsünk, mondja Kökösát. De nyilván ezt nem egyszerű élvezni állandóan, tehát a helyzettől is függ. A mi közösségünk az valóban nagy kell, hogy legyen ebből a szempontból. Mi a túllépésnek az erejét a csoportban kell kidolgoznunk és megragadnunk. Nekünk adakozni kell, és kapcsolódunk kell a csoporton belül a barátokkal, hogy minél jobban tudjunk túllépni a távolságon, az elválasztottságon. Nekünk a csoportban a boldogságnak a megragadás nagyon különböző lehet, amikor mi elvárunk önmagunk számára valamit, vagy amikor azt várjuk el, hogy a barátunknak legyen jobb. És ez azért van így, mert mi valóban az egységért kell dolgozzunk. Nem önmagunkért, mint egyénekért. Így van, tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb eleme annak, amit Bála Szalam is mondott, hogy felemeljük a barátnak a szellemiségét, és ezért egy, kell egy ilyenfajta közösséget létrehoznunk. Meg kell próbálnunk a boldogságban dolgozni, mert a boldogság adja meg az érzékelését annak, hogy össze tudunk olvadni a barátokkal. Ez mindig megadja a munkának a területét, hogy valóban képesek legyünk a csoportban életet szerezni, még jobban odakötődni ahhoz, hogy nincs más rajta kívül. Ez egy folyamatos munkát jelent és fenntartását ennek a színnek. Ennek a közösséghez való kötődésünk azt jelenti, hogy mindent egy meghatározott céllal teszünk. És én a csoportban dolgozok, a csoport tartja meg nekem az állapotot, amivel ki lehet nyitni a szívemet. Egyébként elnézést, nem késtem volna el, ha elindult volna a Team Talk, és nem azonnal lelök engem a fordításról. Úgyhogy az egészet újra kellett installálni, ez volt a legszebb az egészben, bocsánat.
Tehát nekem állandóan azon kell foglalkoznom, ami rajtam kívül van, és amely valóban felébreszti bennem azt, hogy pontosan érezzem, hogy miért kell a kapcsolatnak kialakulni ott. Ez az, ahogy nekünk hozzá kell adni a dolgokhoz. Folytatjuk az olvasást. Feltetjük a kérdést, miért a gonosz, miért nem egyszer éli meg a gonosz teljes nagyságában az emberben? A válasz pedig az, hogy az ember nem képes fölé kerekedni, saját magában megjelenni a gonoszon, és csak amikor, és ezért az ember megjelenő gonosz nem lehet nagyobb, mint a jó, amit képes az ember ellenében felállítani. Hogy az ember túl tudjon kerülni a tóra és a parancsolatok gyógymódjának alkalmazásával, ezért az ember megjelenő gonosznak folyamatosan kell feltűnnie, olyan mértékben, amilyen mértékben az ember valóban a jót hozzá tudja tenni, kap mindig valamilyen hozzáadást, és hogy túl tudjon ezzel lépni, kerülni, minden gonosz korrigálódni fog az emberben, és ez olyan mértékben történik meg, hogy az önvizsgálatnak az eleme nagyon írva van, a 288 szikra, amely a felső 9 létezik az embernek a 22 úton, azonban a malkut minden egyes úton végig tud haladni, és a malkutot kell kiválogatni a felfelé emelkedés útján. Ezt nevezik a kizárólag a kőszív kivételével, mert a kőszívet csak ki kell választani a 20 szívből, mert azt nem lehet korrigálni a 6000 év alatt. Azonban a 6000 év után, amikor az embernek meg lesz a 288 szikrája, akkor az összes gonosz ki lesz válogatva, hogy a Szent Zárban írva, csak a halál angyala, az Szent Angyallá válik, ahogy írva van, a halál el lesz nyelve örökre. Rab. Tehát ki fog derülni, hogy ami az emberen megmarad, az a gonosz, egy olyan gonosz rész, amit nem lehet korrigálni, de miért kell boldognak lenni, hogy ez maradt az emberen mindössze, amikor az ember ezt nem tudja korrigálni? Olvassuk. És ezen a módon, amikor az ember korrigálja a saját magában a gonoszt, azaz a megszerzés edényeit, hogy az adakozás érdekében tudja használni, ezt nem lehet egyszerre korrigálni, hanem sokkal inkább a megszerzési edényeken keresztül lehetséges ez, ahol szét kell választani a gonosz forrását a teremtőtől, amely nagyon féles, sok módon jelent meg. Van egy korrekció felülről, amely az embert valóban sok részre osztja fel, és minden egyes alkalommal minden egyes részt, ami a szentségnek általában lehet korrigálni, egy újabb és újabb részt hoz el, amelyet már, és hozzá kell adni ahhoz, amit már korrigáltunk, mert az embernek egy szokás kell kialakítani a munkában. Minden egyes alkalommal egyre nagyobb gonosz kell feltárnia, és egyre nagyobb gonosz kell hozzáadni a már korrigált részekhez. És az embernek gyakorlatilag gyakorlatban kell felemelkednie. Minden egyes nap az embernek egyre nagyobb nehézséggel lehet felemelkedni a munkában. Tehát minden egyes alkalommal egy nagyobb erejű gonoszságot kell felemelni a korrekciót, az embernek ezen módon kell látnia, hogy a munkában, mintha nem előrébb, hanem hátra, minden egyes nap az ember azt látja, hogy a munka egyre nehezebbé válik, egyre nehezebb túllépni a felmerülő gonoszon. Ennek az oka pedig az, hogy minden egyes alkalommal egyre nagyobb részt kell korrigálnia. És ezeken keresztül váltja meg őt a teremtő, tehát az embernek meg kell kapnia a megváltást, és hogy meg kell, hogy értse, hogy a szenvedés nem ok nélkül való, és amikor az ember túl tud lépni mindezen, akkor meg kell, hogy értse, hogy az embernek valóban mindez meg lehet adatva, hogy korrigálódhasson, és amikor a teremtő segít végül is abban a dologban, amit maga nem tud korrigálni, akkor fel kell tegye az ember a kérdés, mi ennek a sok szenvedésnek az előnye, amit az ember megér? Tehát miért kell az embernek önmagának átvezetni a szenvedésen, és miért csak a teremtő tudja megsegíteni az embert ebben, mert az embernek nincsen más választása, hogy keresztül megy vagy nem, akkor miért kell erőt kapni ahhoz, hogy túl tudjon kerülni? Annak megfelelően, amit válaszolom, magyaráz erről, hogy ez azért van így, szándékosan van így, mivel az embernek valóban kérnie kell a teremtő segítségét, és a segítség, amit kap, ez egy magasabb rendű lelket is megad az ember számára, annak érdekében, hogy az embernek
magasabb szintre való vágya megjelenjen, mivel az embernek el kell érnie a Naranháj fényét a lélkén belül, mert az igény nélkül nem jelenik meg az edény, ezért a hiszáron az edény nagyon fontos, mert a hiszáron nélkül lehetetlen a kitöltésnek megjelenni. Ezért szándékosan lett az emberhez a munka kezetétől a vágy megszerzése előírva, és az embernek állandóan imádkozni kell a Teremtőhöz, amikor a Szent Zohár mondja, eljut a csalódottság állapotához, mert az, aki megfelelően megtisztul, a segítséget kap kitől a Szent Lélek, a Teremtőtől a Szent Lélek megszerzésén keresztül. Ebből következik, hogy két dolog van. Egy, az embernek el kell kezdeni az adakozás munkáját, azaz, hogy meg kell, hogy jelenjen a Teremtő segítségvel igény, mert hogyha az ember önmaga nem tud túllépni önmagán, akkor meg kell, hogy jelenjen a Teremtő segítségre való igény. Ez jelenti azt, hogy az embernek nincs edény, akkor nincs fény az edény nélkül. A kettes, az embernek nincs meg a képessége, hogy túllépjen önmagát. És ez azt jelenti, hogy ez oka annak, hogy az embernek el kell kezdenie a munkát, azonban önmaga nem tudja egyedül befejezni, és ebből meg kell, hogy értsük, hogy miért, és akkor megértetjük, hogy miért is van az, hogy az igazak ennyi szenvedésen keresztül váltódnak meg, azért, mert a szenvedés, amin az igaz ember keresztül megy, ez a Drekutnak, az összetapadásnak az elérése felé való törekvés közben valóban egy edényt hoz létre, és az oka annak, hogy az embernek ilyen mennyiségű gonosz kell feltárnia, amikor már valóban nem tud túlkerekedni a saját belülső gonoszságán. Ez azért van, hogy a Teremtő valóban felismerje, hogy nem tud a gonosszal egyedül megvívni, ezzel a mennyiségű gonoszsal, ami szándékosan lett rázódítva. Ezért az ember nem tud önmaga a magasabb szintre emelkedni, hogyha arra nincsen igénye, azonban a Teremtőnek meg kell adnia azt a részt, amit megváltásnak nevezünk, ahogy írva van, mindig a Teremtő menti meg az ember lelkét, ezért két dologra van szükség. Egy, hogy az ember nagyon sok kínon keresztül menjen, mint igaz ember. A kettes, hogy valóban megkapja a lelkének a részeit, mint megváltást, ajándékként a Teremtőtől. No, másodban azonban az ember felteti a kérdést, hogy a Teremtőtől való segítséget kell kérni a gonoszból való kimászás, a Teremtő segítségével való önmagán való felemelkedés által, és ezért az ember megismeri a saját gonoszságát, akkor miért van az, hogy a Teremtő állandóan egy bizonyos mértékű gonoszság feltárását teszi lehetővé az ember számára, hogy aztán segítséget kell kérni ehhez. Ez az, amit ahogy az embernek dolgoznia kell. Azonban két állapotot meg kell különböztetni ezen belül. Egy, hogy valóban a Teremtő segíti az embert azáltal, hogy megmutatja a benne lévő gonoszt, hogy láthassa az ember az igazságot. A kettes, hogy ez pedig kizárólag az embereken keresztül jelent meg, amikor az ember rájön, hogy mennyire képtelen az adakozás útját járni, ezért feltárul a gonoszsága számára, azért, hogy ez képes legyen majd korrigálni a Teremtő segítségével. Azonban azok az emberek, akik az adakozás munkájához nem viszonyulnak, azaz nem tárják fel a saját gonoszságokat, csak általánosságban végzik ezt a munkát. Az hasonló ahhoz, amit mi egyébként a mi világunkban is csinálunk, amikor az ember beteg, és nem tud meggyógyulni, akkor sokszor nem mondják meg az embernek, hogy mi baja van. Az igazság azonban az, hogy vannak gyógyítatlan betegségek, akkor miért nem mondják meg a betegségnek a minőségét? Mert hol van az a pont, ahol valóban rájön, hogy ezt az életben nem tudja korrigálni? Azonban ezért nem lehet az embernek a teljes gonoszságát feltárni, mert az ember rájön, de rögtön, hogy ezt nem tudná korrigálni, és az első kezdeni a munkát. Ezért van az, hogy a spítás munkában csak egy bizonyos mértékig mutárják fel a gonoszságot az ő számára, hogy megjelenjen az igény az emberben, hogy valóban megjelenjen a vágy, ahol megkaphatja a lélek segítségét a Teremtőtől. És ez olyan, mint amikor egy embrió megjelenik az anyamében, és három társa van az embernek ebben a megszületésben. Az apja adja a fehérséget, az anya a vörösséget, és a Teremtő pedig a lelkét. Ez a három partner, és minden egyes ember, aki valóban a saját apjával és az anyjával megkapja
שיוולד עובר. Ja, nem kapja meg mind a három segítséget, csak a fele tud megszületni. Ezért vajon meg tudna születni egy embrió fej nélkül, vagy kéz nélkül? Ebből nyilvánvalóan látszik, hogy meg tudja születni a fej a test nélkül. Tehát amíg kérni akarjuk a teremtőtől, hogy tegye meg a saját hozzáadását, az azt is jelenti, hogy ezen a módon újjá kell születtetni az embert, és ez hasonlóan kell elvégezni az embernek a teremtővel való munkát is, hogy először a fehérséget kell megkapnia az embernek, mert az apja és az anyja azok az ő szülei, amelyek az ember születésének az értelmét adják. Az ő apja az a férfi, amely a teljesség, ezt nevezzük fehérségnek, hiány nélkül, azaz az embernek boldognak kell lenni a saját érdemével, amit az apjától kap, mivel minden mérték, amit a teremtőért képes dolgozni, azért köszönet kell mondani a teremtőnek, a vágyaiért és a gondolatért, hogy egyáltalán képes bármilyen kapcsolatba kerülni a teremtő munkáján keresztül magával a teremtő, hogy a bölcseink mondják, az, aki kiérdemli azt, hogy a teremtő útján halad, annak egyetlen dolgot kell tennie, hogy a bal vonalon képes legyen a fehérséget megkapni. Az anyát fehér hiánynak nevezik, amely jó cselekedeteket meg fogja kritizálni, amin keresztül megkaphatja az ember az adakozási szándékot, és akkor ezen keresztül az igazságot láthatja, hogy milyen messze van az adakozástól. És akkor kell az emberek eljutni az imához, hogy a teremtő vigye közelebb a való adakozás állapotához, és adja meg az összetapadást a teremtővel, és akkor az embernek már két való haladása van, és megjelenik az edény, akkor mi másra van szüksége? Az, hogy a teremtő megadja az edény kitöltését, azaz a lelke. Elkérjük meg a harmadik elem, az apa és az anya mellett a teremtő, és ilyen módon az apai fehérség mellett és az anyai vörösség mellett valóban megjelenik minden, ahogy azt még mondjuk, hogy ahogy egy fél gyerek nem tud születni, természetesen a teremtő nem tudja megadni a saját hozzáadását, nem a lelkehez. Ezért az ember várja a jobb és a bal vonal megjelenését, amiket a teljesen nem válnak, és amikor ezek alkalmasá válnak az edény kiépítéséhez, akkor a teremtő megadja a lelket az embernek ezekben az edényekben, és ezért az ember nem mondhatja, hogy a teremtő nem akar segíteni, éppen ellenkezőleg a teremtő mindig segíteni akar, és minden egyes cselekedethez hozzáad a teremtő egészen addig, amíg meg nem jelenik a segítség, azaz a lélek teljes mértékben az emberben, azaz elkezd ragyogni az ember felett a lélek, és ez az, ahogy a Bölcsek gyümölcse című könyvben leírja Bálátszulám, hogy az embernek még elképzelni sem enged a teremtő a lelket egész addig, amíg a dicsőség meg nem jelenik a felt felett, az a vágyak felett, azaz meg nem jelenik a kérés, hogy időről időre az ember fel nem ismeri, hogy nem tud túllépni a saját gonoszságám. És az, aki nem kér, az nem is kap választ, és ezért hinnünk kell abban, hogy el kell jutni az imához, hogy ami ránk vár a megszerzés edények felett, azt megkapjuk, ez a hithű bőség, a hithűek bősége, ahol minden egyes ima válaszra talál, mert az Úr kezében, az Úr keze nem rövid, hála Istennek, hanem mindenki fölé elér, és az ember nem mondhatja, az nem azt jelenti, hogy imádkozik minden nap, nem kap segítséget a teremtőtől, hanem az embernek hinnie kell, hogy az embernek minden imáját meghagyja a teremtő, és az imának a maradék részét a teremtő hozzáadja az emberhez, hogyha az ember megfelelően imádkozik. És ezért az embernek arra kell törekedni, hogy a kérése teljes legyen, és alkalmasá váljon arra, hogy megszerezze a teremtőtől a lélek segítségét. Az imával kapcsolatosan feltegyük a kérdést, hogy valóban milyen erőt kapunk a gonosztón való felülkerekedésen a teremtőtől, az ember pedig állandóan kell kérni a teremtőt, hogy hogyan válunk képessé hozzáadni az adakozás edényeit, a szentség edényeit, a megszerzés edényeket, azaz hogyan tudjuk a megszerzés edényeket adakozási szándékkal használni. Kettes, és az embernek kérnie kell az erőt, hogy túl tudja lépni a megszerzési edényeken önmagában is.
annak megfelelően, hogy mennyire tudja a megszerzési edényeket az adakozásra használni, és ezáltal elmagyarázhatjuk bölcseink szavait, hogy ő kért és kapott, és ezért Jákob csendesen és halkan kért, József pedig mérgesen, azaz az igazak ugyan békében kérnek, a teremtő az ember azt mondja, hogy senki nem ítélte meg a bölcsességet és az igazakat, azaz csak akik ebben a világban békét tudnak teremteni, minősülnek igaznak, de ezt nehéz megérteni, hogy a teremtő miért mondja, hogy nincs igaz, aki, nincs olyan bírák, aki megítélte, hogy ki az igaz ember ebben a világban vagy a következő világban. Ez egy világos megközelítés. Amely elmagyarázza a Tórának azon a részeit, hogy valóban az ember, ha a munkában képes megfelelő munkát végezni, az boldogságot talál ebben a világban és a következőben is. Azaz, akkor békét kell találni az embernek ebben a világban, ez pedig a munkában kell nekünk magyarázni. A bína, az a következő világ, azaz az alkotás edényeit. Ez itt két állapot van, minden egyes dologban egy. Az ember a megszerez, a másik az, amikor az ember adakozni képes. Az egyiket malkutnak nevezzük, a másikat bínának, amelyek az megszerzés az adakozás. Amikor az ember elkezd a munkát, akkor meg kell vizsgálnia, mi a legjobb a számára, meg kell tudnia vizsgálni azt, hogy a megszerzés edényeiből hogy vezeti ki önmagát, és hogyan tudja a megszerzés edényeit másképp használni. Tehát mind a megszerzés edényeket, mind az adakozás edényeket össze kell kapcsolnia, és az egyik törése alatt ugye ezek lezuhantak a klipákba együtt, amelyek valóban tiszta megszerzők, ezek, és annak, ezek az ahoráim edények is a kabalában, ebből kifolyólag az embernek tudnia kell, hogy amikor az igazak készen állnak a korrekcióra, akkor a megszerzési edényeket adakozási szándékkal kell látniuk, ezt hívják lismának, így kell tud munkát végezni a következő világban. Az embernek békében kell lenni ebben a világban, azaz a megszerzési edényeket is használniuk kell, ezek az ahoráim hátsó edények, a hát-hát edények, amelyek a Malkutnak az edényei, ezekben is az embernek békét kell találnia, ez a Malkut ez a világ, és ezeknek is be kell jutni mind a szentségbe, az az adakozás érdekében végzett megszerzésbe. Ezért mondják azt, hogy Jákob békében válogatta szét az edényeit, és József pedig haragosan, amely a József olyan nehi, amelyek az ahoráim edények, az a megszerzési edények, amelyben a hokma fog majd feltárulni, amely ez a világot jelenti. Mit jelent a harag? Az, hogy miért nem lehet azonnal korrigálni ezeket, és csak ezzel az érzésre belépnek a szentségbe, a kedvusába. Ezért mondják azt, hogy nincs olyan bíra, aki megítélhetne, hogy igaz vagy nem igaz az adott ember. Kérdés. A Scott Angliából kérdezi, hogyan tudunk mi segítséget kérni önmagunk számára, hogyha először a barátunknak kellene kérni. Na, Scotti. Jó kérdés. Na most nem jön a fordítás Chicagóból, ne arra úgyatok. Tehát mielőtt az ember igen, mondják is, hogy rossz az internet kapcsolat. Tehát hogyan tud valaki kérni a barátnak segítséget? Tehát először a barátnak kell kérni. Meg kell ezt beszélni rajta, akkor egy kérdés lett. Tehát Scott az egy állandó barátunk. Na, ismét éljétek meg a kérdést. Hogyan tudok én kérni segítséget önmagamnak, hogyha azt tanultuk, hogy először a barátnak kell kérni? A messzi Birminghamből? Nekünk egy erős befolyást kell kapni a környezettől, tehát és megvörsopolják ezt a kérdést, tehát nyilvánvalóan a saját barátomnak a saját természetemmé kell válni, tehát bele kell integrálnom a barátomat önmagamba, akkor amit neki kérek, magamnak kérem.
אני צריך לבקש עזרה רק על החברים, אני לא יכול לבקש עזרה על עצמי. אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שכל אחד מבקש... Nem magamnak kérem a segítséget, sem a barátomnak. Tehát amikor kérünk, akkor valóban... Valóban, ha barátod a segítséget kérek, akkor én kapom meg a segítséget. Tehát ezért kell nekünk imát emelni, hogy valóban tehát nekünk fel kell emelnünk a kérést, valóban imát kell emelnünk, hogy megkapjuk a segítséget. Tehát valóban nekem tudom, hogy én ki vagyok, a barátom kicsoda, hogy valóban lássam, hogy a barátom bennem. És így kérek mindig a teljes a kollektívának, a teljes kollektívának, Rav. Hogyha valaki megvan a helyes válasz, tegyétek fel a kezeteket. Akinek megvan a válasz, tegye fel a kezét. Tehát akkor hogy kapjátok meg ezt a... Személyesen kaptátok meg a választ, vagy egyedül? Tehát egyedül raktátok össze, vagy... Mindenkinek megvan, na, akkor hallgatjuk, mondja rá. Válaszoljunk. Még nem. Hú, menjen, van a teremben van. Amit a... Az egyik barátok azt mondta, nem, az nem érdekel, mondja rá. Akkor folyt... Akkor beszéltek még rajta. Ezért kérdeztem, hogyha tizen vagytok, akkor kell tegyétek fel a kezeteket, ami a 11-et értetek. Többiek? Hát folytatták ezt, én csak egy kakofón zajt hallok, tehát a teremben workshopolnak. Most van workshop, vagy fókuszcsoport. Tehát mi tudjuk, hogy mindig a barátnak kell kérni, és ez a mi munkánk. És ez a helyes ima is, a helyes módon felemelt ima. És ez valóban engem is segít, az én képességem, hogy segítsek magamon, ez azt jelenti, hogy nekem imát és hiányt kell emelnem a barátomért. Minden bennünk van, minden bennünk zajlik. Ezért nekünk minden barátban fel kell tárni a segítségedényét is, és együtt kell dolgoznunk az összes baráttal, akinek van szívben lévő pontja. A szívben lévő pont az, amit még kutatunk a barátokban. És az összes szívelő pont kapcsolata pedig az igazi kapcsolat. Ha én a barátnak akarok kérni, ez azt jelenti, hogy én integrálódok is ezen a módon a barátomba, és akkor magamnak is kértem. Tehát mi nekünk le kell választani magunkat, a fizikai dolgokat és a spirituális dolgokat. Az embernek gyakran kell segítséget kérnie. Tehát mindenféle dolgon túl kell emelkedni, spirituálisan a barátok. Rav, van már olyan tízes körük, ahol közös válasz született? Nulla mikrofon, a kösegletseri az ott. Na, akkor adjátok oda neki a mikrofont, de gyorsan, mennek a tízes körnek. Tehát mi arra jutottunk, hogy amikor az ember az adakozás edényeit kéri a barátoknak, akkor ez valóban magának is, ez magának is kér, hogy a barát felé tudjon adakozni. Tehát nyilván, ha csak az adakozás edényeit kéri, akkor... Oké. Ez jó válasz. Scott ravaszabbul kérdezte, mondja, hogy a teljes ima az kizárólag a barátokért történt.
és nem önmagatokért. Mi az, hogy magatokért történik? Nyilván nem tudsz a barátoknak kérni. Tehát neked fel kell készteni a saját edényeidet. Tehát a... És azért ebben semmilyen ellenmondás nincs, hogy kiért és miért imádkozom. Hogyha én magamért imádkozom, akkor az a barátokért való ima is. Oké. Okay. Jó kérdés voltám ez, mondja Rav, nagyon. Ez a megkülönböztetésnek egy másik szintje, ami azt jelenti, hogy itt egy belső upgrade történik. Van még kérdés? Ehhez. Na, mikrofon. Valaki más is hozzászól. Mit jelent az, hogy a, rossz, hogy a gonosznak egy része korrigálódik? Én valóban nem tudom, hogy milyen részt fogok korrigálni. Minden alkalommal fölmerül bennem egy része a gonosznak, magyarabb. Tehát még egyszer én érzem magamat, a gonoszságomat, hogy mi nem jó. Hogyan tudom ezt megvizsgálni? Tehát én nem tudom a kegyelmi öröm állapotát érezni. Ez egyfajta minimális spirituális szint, amit nekünk kérni kell a feszült állapotában. Tehát még egyszer, ha én rosszul érzem magam, akkor nyilván azt érzem, hogy én nem érzek el, nem érek el semmit, nincs is semmim. Én önmagában bűnös vagyok, és a közösség, nem is tudom, hogy milyen szinten van, nem tudom őket megítélni. Tehát röviden a teljes állapot az egy új resimó felébredéséhez fog vezetni bennük, és ez az, hogy magunkat érezzük az előző resimó alapján, tehát ahelyett, hogy önmagunkat képesen legyünk megtartani, abban az állapotban valóban a kegyelmi öröm állapotában lennénk, ilyen módon nekünk fókuszálni kell arra, hogy tudunk kilépni ebből az állapotunkból, és nem magunkat rákcsálni. És akkor mi a korrekció ebben? Kérdezte valaki. Az, hogy abba hagyom a saját rákcsálásomat, és el kell érnem a kegyelmi öröm állapotát, amikor nincs szükségem semmire, ahol igazolítanom az állapotomat, és a teremtőtök engem az állapotba lökött. Azaz, nekem túl kell tudni lépni az egónak azon a minőségen, amit megkaptam, elkérítom a hafeszeszed állapotába, és utána pedig adakozom kell tudni a közösség irányába. Nekem barátokért kell imádkoznom, imádkozni a barátokért azt jelenti, hogy nekem készen kell állnom arra, hogy én valamilyen módon megtalálom az ahapot bennük, amifelé adakozhat a saját gálgát, vagy náimom. Tehát valójában egy bizonyos fajta gadlutban kell lennem, ami igazolja mindezt, ami történik, és amit hozzáadok. Ez az, ahogy én nekem valójában fel kell emelni őket. Tehát ugye én katonatában már jól éreztem magam, de mivel mondtam, hogy az első szület kétszer annyit kap, ha adakozik a többieknek, ez azt is jelenti, hogy fel kell emelkedni a gadlut állapotában, hogyha többieknek tudjak adakozni a vendégek. Mi egy csoportban kell, hogy dolgozzunk, a csoporthoz kell, hogy kapcsolódjunk, az opera énekes srác Dél-Amerikából. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy mi történik, amikor otthon vagyunk, le vagyunk válva a csoportról, a csoport munkájáról, hogyan vagyunk képesek állandóan a csoporttal kapcsolatban lenni azért, hogy minden egyes percben a korrekciónkon dolgozhassunk. Ugye Manuelnek hívják. Ő énekelte tavaly Bála Szulámnak az imáját. Ha emlékeztek, fordítják a kérdését. Mindenki a világban, mindenkinek megvannak a saját feltételei a világban, és ez a saját lelkének a korrekciójára vonatkozó feltételek. Természetesen az embernek kutatnia kell a legbiztonságosabb helyet a munkára. Tehát itt nem arról van szó, hogy a hely abban az értelemben biztonságos, vagy nem.
Ugye nyilván az emberek általában úgy kell viselkedni, hogy mi elfogadott azon a helyen, ahol van. Legyen az nagy csoport, a kis csoport, akihez csatlakozik, hogyha a csoportok között is vannak erős csoportok, gyengébb csoportok. Az embernek nincs szüksége másra, nem kell másfajta számításokat végezni ebben a világban. Tehát mindenhol, ahol az ember van, a feltételeket kell elrendezni, megfelelő feltételeket kell elrendezni önmaga körül. Tehát mi egymás között vagyunk összekapcsolódva egy olyan kapcsolati hálózatban, ami hasonlít az internethez, és ez mind azért kell, hogy fellébresszük egymást. Tehát én tudom, hogy van egy ember, akivel nekem állandóan fenn kell tartanom a kapcsolatot, és hogyha nem hívom őt, akkor ő hív engem. Tehát hajnali kettőkor, és hogy kezdődik a lecke, engem elkezd mondjuk rugdosni. Tehát nekem látnom kell, hogy egymást kell felébreszteni, hogy a felébresztés után valóban képesek legyünk fenntartani a kapcsolatot, ezt kell tennünk. Azaz nekünk biztosítanunk kell, hogy a barátok hívnak engem, gondoskodnak rólam, és ezért nekünk ki kell építeni egy olyan fajta belső hálózatát a workshopoknak, általánosságban, hogy belegyünk foglaltatva a tanulásba, a találkozókba. A vezetőkkel való, a csoportok vezetőivel való beszélgetés, ezeket mind workshopon keresztül kell megvalósítani, hogy ezen a módon valóban egyre jobban haladjunk a közöttük lévő kapcsolat kiépítésére, hogy valóban megtörténjen ez a kapcsolat, még akkor is, hogyha mi akár a 10 fira tanulmányát tanuljuk. Tehát minden egyes alkalommal mi képesek legyünk megbeszélni, hogy mit tanulunk, miért tanuljuk, mi van odaírva pontosan, mit kell elérnünk azáltal, ami történik. Lényegtelen magyarabb, hogy hibát követünk el, vagy nem mindig helyesen beszélünk, ez sem fontos magyarabb. Fontos, hogy amikor összekapcsolódunk, akkor az egységünk egyre nagyobb legyen, és akkor megjelenjen egy ragyogás felettünk, amely korrigál bennünket. Tehát nekünk a kapcsolatot kell a másikkal kialakítanunk. Egy örök végtelen workshopban kell lennünk, akár virtuálisan is, ami azt jelenti, hogy kiépíthetjük ezt az internethálózaton keresztül. Én azt látom, hogy a kérdés, hogy mi ez a munka, ez mindig egy magasabb szintre való emelkedés jelent. És azt is látjuk, hogy a barátok, akik nem kapnak választ erre a kérdés, azok elmennek. Tehát azt akarom kérdezni, mondja a televízió is rád, hogy aki nem tud választ kapni a kérdésre, annak mit ad ez a munka te számodra? Hol van az a korrekció az ilyen barát irányába? Nekünk el kell juttatni a barátot az a ponthoz, hogy képes legyen leülni velünk, és elkezdjünk megbeszélni ezt, hogy a munka nem oda visz téged, amire te gondoltál. Az előrehaladás az nem lehet az érzelmeken keresztül. Nekünk szívvel és lélekkel ugyan látnunk kell az eredményt, de ez ebben a formájában nem igaz, hogy az eredmény látása nélkül nem tudunk előadni. Az előadás ugyanis az ember számára pontosan azokon a nehézségeken való keresztül mászáson múlik, amikkel szembesülök. És amikor képesek vagyunk arra, hogy a fogunk között tartjuk a saját megváltásunkat, a legalacsonyabb szinten is, mint egy buldog ragaszkodunk ehhez, legyek én letaszítva a föld mélyére is, semmi más nem érdekel, csak az, hogy valóban a lehető legalacsonyabb szinten is, amiben lehet csak, azt a szintet viszont megtartsam. Azért, mert az, aki ebben az állapotban képes megtartani magát, az csak emelkedni tud. Ez jelenti a munkának a munkába való elmélést. Erről a szintről kezdődik a korrekció, a Hafez-Szeszed korrekciója. És ez az, amiről szükség van arra, hogy beszéljünk a barátokkal. Ahhoz, hogy világossá tegyünk a tízes körben, hogy állandóan meg kell újítani naponta többször a kapcsolatot minden egyes tagja között a közösségnek, és erről kell beszélnünk.
És a legfontosabb dolog, hogy a tízes kört működtessük, mert ez az edény. Az ember egyedül mindig magányosan fogja magát, leválasztottan fogja magát érezni, nem fogja érezni a többieket, mindent rossznak érez. Valami nem működik, ez mindig így lesz, és nem is lehet másképp. Ezért állandóan meg kell mutatni az embernek, hogy emlékezzen, hogy a megváltás az valóban a többiekkel való integráción keresztül érkezhet el. És naponta többször ismételni kell annak a megbeszélését, annak a fókuszálását, hogy valóban együtt vagyunk. Még ha nem is beszélünk túl sokat, mert nincs rá idő. Mégis valaminek történnie kell, tehát minden egyes alkalommal meg kell újítani a kapcsolatot, a szeretet kapcsolatát. Ez fog adni lehetőséget arra, hogy olvassuk el egy cikk darabot, vagy egy válaszolom levelet, valamit, ami érzelmi alapot ad a kapcsolatra, és akár hallgassunk meg egy dalt, vagy énekeljünk egyet egy, amilyen mértékig képesek vagyunk naponta többször összeolvadni, ezért minden egyes, aki részt vesz ebben, annak minden egyes résztvevőnek megadja az érzést, hogy megmenti önmagát, hogy a megváltás valóban a kapcsolatban van. Ez az, ami a teremtőhöz kapcsol bennünket, magyarabb. Tehát, hogy meg kell, hogy értsétek, hogy itt nem 10 barátról van szó, hanem egy modemet építünk el a teremtővel való kapcsolathoz. És akkor nincs zuhanás. Hogyha ezt naponta többször megtartjátok, kiépítek, a saját tízes körötöket érzitek, hogy a tietek, az a tiedényetek. Ez az, hogy ebben a munkában kell dolgozni, pontosan ezen a módon. Tehát minden zuhanás, minden hiba ellenére képesek vagytok csak ezért dolgozni. Tehát az embernek nincs ereje túllépni önmagán által. Tehát az embernek tudnia kell, hogy valóban a korrekció az ott kezdődik, amikor ennek amikor 24 órában érzem a kapcsolatot a barátokkal, és mindenki részt vesz ebben, és ezt csak érzem, hogy hopp, én valóban túlléptem az összes állapoton, amin csak lehetséges volt. Nekünk meg kell próbálnunk megtenni mindezt a szeretet nevében, hogy valóban képesek legyünk egyre gyakrabban megtenni ezt egy napon belül. Gyorsan. רב, אמרת לפני שנייה שההתקדמות היא לא נמדדת בשכל ורגש. Néhány percet mondta, hogy az előadás az nem az értelem alapján történik. Az értelem ugye megért, a szív nem. Akkor a szívnek a korrekciója, mi a szív korrekció? Nem. Hát hányszor gondolta, hogy előre haladsz, aztán rá fogsz jönni, hogy nem is haladtál előre, csak levasztál mindezre. Nem. Az előrehaladás az kizárólag az nem az érzés által lehetséges, nem a megértés által lehetséges, hanem abból adódik, hogy túllépek önmagamon, én megragadom, mint egy buldog, mondja a rab, a saját előadásomhoz szükséges kapcsolatot a csoportom belül. Oké, de a korrekció az a barátodnak az érzése. Rab. Uram, mondom neked, de valóban a korrekció az nem az érzésekben történik, mindig azzal történik, hogy legyőzöd magad. Tehát neked mindegy kutya kell rávetned magad erre a feladatra, és nem szabad elengedned. Magadért kell harcolnod. Mindenféle más feltétel nélkül. Ha nem teszed meg, akkor vesztesz. Ez az, ahogy el kell kezdened a szinteken való emelkedés a feszhezhetben. Menjünk át a leszki következő.